És most minden idők legnagyobb retro slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában, hogy jól érezze magát. Ez az Abaházi Presszó. Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8 óra múlt néhány perccel, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is zárt kapus, vagy továbbra is zárt kapus, fogalmazzunk inkább így. Az Abaházi Presszó, a kijárási tilalom ránk is vonatkozik, este 8-ig mindenkinek haza kell érni. Így a mai beszélgetést is egy korábbi időpontban vettük fel. Az Abaházi Presszó történetében nem először fordult elő, hogy egy olyan vendéget hívtam, akire szakmabeliek, akár kollégák is, vagy csak egyszerűen az ismerőseim közül sokan felszisztennek, hogy úristen, hát vele ülsz le beszélgetni? Meg fog enni reggelire? Én nem mondom, hogy minden műsor tökéletesen sikerült eddig, de azt azért büszkén kijelentem, hogy saját érzéseim szerint eddig még senki nem evett meg reggelire. Mert azt gondolom, hogy soha senki nem azért megy el egy rádióriportra, egy műsorba szerepelni, hogy az őt meghívó műsorvezetőt vagy beszélgető társat megegye reggelire. És mivel nekem ez a hozzáállásom, én ebben hiszek, és ez alapján készülök fel mindig a beszélgetésre, valahogy mindig úgy is alakul, ahogy én szeretném. Ezért bíztam nagyon benne, hogy a mai vendégemmel, Havas Henrikkel is egy jót fogunk beszélgetni. Bár tény is való, hogy a vele való beszélgetésnek az irányát egy műsorvezető, egy beszélgető társ nem mindig tudja meghatározni. Akik rendszeresen hallgatják az Abaházi Presszót, talán már ismerhetnek annyira, hogy én hagyom beszélni a vendéget, tényleg olyan vagyok, mint egy jó pultos. Valahogy beindítom, elindítom a beszélgetést, aztán hadd mondja. Most viszont a felvétel előtt volt egy határozott elképzelésem, és ehhez mindvégig ragaszkodtam is, hogy arról a könyvről szeretnék beszélgetni, amit legutóbb írt Havas Henrik, és amelynek az a címe, hogy Benkő Laci. Benkő Lászlóról, az Omega legendás billentyűséről, halála napján mi is megemlékeztünk itt az Abaházi Presszóban, és a Havas Henrik által készült könyv Laci utolsó másfél évében készült el, hogy hogyan, hogy milyen indítatásból, hogy milyen körülmények között készülhetett. Többek között erről fogunk beszélgetni rövidesen Havas Henrikkel, de még előtte töltök egy italt és indítok egy kiváló muzsikát itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Havas Henrik. Szia, jó estét! Hello, jó estét! Megbeszéltük előre, tehát nem vagyok ennyire tiszteletlen, most a hallgatóknak mondom, hogy mi tegeződünk adásban is. Bár volt már olyan, hogy találkoztunk ilyen riport szituációban, és akkor magázottunk, sőt téged mindenki tanár úrnak szólít, vagy a legtöbben. Azok is, akik soha nem voltak a tanítványaid. Hát, ez téged nem zavar, hogy olyan kis tanár úrnak szólítanak? Ez már ezer éves történet, amikor mondjuk egyetemi professzor vagy akadémikus hív tanár úrnak, az baromi fura. Én egyetemi docens voltam 18 évig a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán, és szegény buta Csiszár Jenő hozzám járt, és amikor a heti hetes 99-ben elkezdődött, az első pár adásban ő volt a műsorvezető, és hát tök logikus volt, hogy így tanár úr, úgy tanár úr. Úgyhogy kénytelen kelletlen megszoktam, de mondom, vannak nagyon furcsa helyzetek, amikor én csodálkozom, egy akadémikus is tanárul, de egyszerre megszokták, hát van ilyen. Én nem biztos, hogy tanárulna foglak szólítani, mert... Hát ismerjük már elég régóta egyrészt magam, egymást. Meg tudom a neved is, viszont elképzelhető, majd kérek tőled segítséget, hogy taníts engem, de ez majd elkövetkezik a beszélgetés egy bizonyos pontján. Hát, ingyen nem megy, azért álljunk meg. Jó, akkor cserébe beszélünk az új könyvedről. Azért vagyok itt. Az új könyved Benkő Laciról írtad, és az a cím, hogy Benkő Laci, a legendás billentyűs és az Omega története. És ez egy nagyon érdekes sztori abból a szempontból, hogy amikor ez a könyv megjelent, pont a napokban, vagy egy-két nappal azelőtt hunyt el Benkő Laci. Hát egészen pontosan ez úgy történt, a Trunkos, az Omega, Trunkos András, az Omega menedzseri volt, és hát majdnem sírt, azt mondta, hogy hát ez keddéllyel halt meg a Laci, és szerdán délőtt hívott, már nem is sírt, és mondta, hogy képzeld el, hogy hétfőn jött ki az utolsó könyv a nyomdából, és külön akartam azt mondja kocsit küldeni, hogy még a Laci lássa a könyvet. Tehát azért tavaly, tehát 2019 júniusában állapodtunk meg, hogy könyvet írok. És nagyon-nagyon sokat vacakoltunk vele, meg ugye járvány, minden. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon várta a Laci a könyvet, meg várta egyébként a lemezt is, amit a Meki be is mutatott, a testament volt. De mindegy, a lényeg az, hogy nem tudta kézbe venni, már meghalt. Érted? De az, hogy más
másfél évig vacakolunk, és előző nap, vagy előző nap jön ki a nyomdából, hogy a Laci meghalt, ez valami egész elképesztő. De ti már tudtátok, hogy kórházban van? Nem. Nem. Azóta beszéltem a Dórával, a Dórival, a lányával, de ez nem került szóba. Annyit tudtam, hogy kórházban halt meg, de hát emlékeim szerint talán a halál előtt egy-két héttel volt nálam a Pozsonyi úti irodámban, emlékeim szerint. De akkor még mindig a könyvvel kapcsolatban? Igen, mert rengeteg vacakolás ment. Szóval nem volt, nekem ez a 29. könyvem, és nem hencegésből mondom, hanem hogy ennyi bajom nem volt még könyvvel, mint ezzel. Nem csak a bajokról, hanem általában a könyvről, meg a könyvkészítés körülményeiről beszélgessünk. Innen folytatjuk rövidesen Havas Henrikkel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Havas Henrik, aki írt egy könyvet Benkő Laciról, de sajnos Benkő Laci már nem tarthatta a kezében ezt a könyvet, hiszen a megjelenése előtt elhunyt. Amit hallanak, az az, hogy Havas tanár úr kibontott egy ájszteját egészségére, vagy egészségedre. És említetted is, meg olvastam is, hogy tulajdonképpen ez a Benkő Laciról szóló könyv, ez felkérésre készült. Hát nem az első, szóval a 29 könyvemet, hogyha valaki megnézi az interneten, akkor nem biztos, hogy kijön a 29, vagy, mert hogy volt úgy, hogy írtam könyvet megrendelésre, ami egy krimi novella kötet volt, ami nem az nevem alatt neve jelent meg, hát fizettek érte a kiadó, de más neve alatt jelent meg. Aztán írtam ugyancsak megrendelésre könyvet, ami meg is jelent, és akkor, amikor engem tavaly, nem. Tavaly júniusban ültünk a hármasban a Trunkos Andrással, az Omega producerével és a Benkő Lacival, akkor állapodtunk meg, de aztán most eszembe jutott, hogy a Trunkosnak írtam már előtte egy könyvet a Magyar Keresztapáról, a Radnairól, a Kecskeméti Mafia per... Szeretnénk majd arra is kitérni. Igen, na, az volt az első. Akkor a Trunkos nagyon udvarias volt, valakit megkérdezett, hogy megadhatná-e a számát, akkor megadta, akkor fölhívott, személyesen nem ismertük egymást. Nekem annyi volt a Trunkosról, hogy rossz reakció, hogy ülve állva pisilek, és ülve kakálok, igen. Ez a innen klasszikus volt... rossz dalnak ő írta a szövegét. Igen, meg voltak... Jó néhány bikini. Meg voltak közös egyéb pontjaink, amiről nem akarok beszélni. A dolog lényege az, hogy fölébb a telefonon találkoztunk, és akkor megkérdezte, hogy írnék-e könyvet. A Radnairól, a mafiózónak tartott egykori kontikáros milliárdosról, hogy így mondjam. És azt mondtam, hogy egyrészt érdekel, de ha már így tette fel a kérdést, akkor megfelelő összegért írok róla a könyvet. De neked, most ez persze hülye hangzik ez a kérdés, de tényleg csak ez számít, hogy megfelelő az összeg, vagy hogy érdekel a sztori? Mert ha nem érdekel a sztori, akkor gondolom bármekkora összeget felkínálhatnak. Hát én nem akarok túlzásba esni, ha azt mondom, hogy minden héten megkeresnek, hogy írja a könyvet valakiről. Az emberek általában azt gondolják, hogy hát az én életem az könyvet igényel, vagy akarnak könyvet iratni, hogy a politikai ellenfeleiket lejárassák, de van úgy, hogy családon belüli bosszú, ami a legmulatságosabb, a legmagasabb politikai körökben van, volt mostanában egy olyan sztori, hogy valaki a politikus rokonáról akart mindent elmondani nekem, úgyhogy hülye nem vagyok, tehát azért ilyen csapdákban nyilván nem sétálok bele, meg soha nem is volt gondom. Most úgy néz ki, hogy írok egy monodrámát. De erről többet nem akarok mondani, mert igazából megállapodtunk, de még szerződés. Folyamatosan belecsapsz valamiben, amiről azt mondod, hogy nem akarsz beszélni. De, na jó, persze, van amiről... Na, egyetlen olyan eset volt, ezt éppen annak a hölgynek mondtam, akiről a monodrámát akarom most írni, a járvány idején játszódik, stb. Lényegtelen. Mondta neki, hogy higgyel, a 29. könyve most jelent meg, és egyetlen egy eset volt, hogy valaki reklamált. Ugyanis mielőtt nyomdában megy a kézlet, én mindig lelkiismeretesen mindenkinek elküldöm, hogy ha van javítani való, valamit elnéztem, egy szám rossz, akkor még ki lehessen javítani. Na, a dolog lényege az, óriási történet.
máig emlékszem, Visegrádon nyaradtunk a Havasnéban, meg a Zsófival, az unokkával, és akkor először sikerült ráimádkozni a Zsófi derekára az úszógumit, vagy a kezére a karúszót, mert addig csak ki ezzel a nevetséges ezével ment. És a Hrutka János, a Fradi fozista, és ott a gyerekkel, hasonló korú, és akkor mondtuk, hogy látod, és akkor végre rámert. Na, megszólalt a telefon, XY fölháborodva. Hát kikérem magamnak. Hát azt mondja, olvastam egy előzetest az új könyvéről, és pont abban a részben én szerepelek. Mondom, hát igen, és mi a probléma? Hát az a probléma, azt mondja, hogy maga arról ír, hogy én felépítettem Hugh Hefnernek a villáját, és benne a vízi világot is, tehát ezt a vízi cirkuszt is. Mondom, és mi a probléma? Na most nem az volt a problémája, hogy én leírtam, hogy apró, büdös a lehelete, és prostituáltak, úszkáltak körbe, ő pedig, mint a Hugh Hefner egy ilyen, nem tudom, milyen köpenyben, dobált a prostiknak a pettyes labdát. Ez nem zavarta. Akkor mi zavarta? Az zavarta, hogy én amikor diktáltam, becsület szavamra eszembe jutott, hogy elküldek az anyámba, hogy mit érek én olyat, hogy lemásolta a Hugh Hefnert. Ezért Isten bizony, még úgy gondolkodtam is, mert én soha nem írok, én csak diktálok. És akkor azt diktáltam, hogy hát egy kicsit kisebb volt, mint a Hugh Hefneré. Azt felkrapek a nagy túrót. Az enyém nagyobb, mint a Hugh Hefneré. Ki kellett javítani, itt csináltam egy osztrák milliómost belőle, de minden maradt. Aha. De egy osztrák milliómost csináltam belőle. Jó, beszéljünk egy kicsit azért Benkő Laci könyvéről, ha már azért jöttél be. Ja. Azzal folytatjuk rövidesen Havas Henrikkel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Havas Henrik, aki könyvet írt Benkő Lászlóról, és elkalandoztunk egy kicsit, sőt nem is kicsit. Mondtad nekem még mielőtt a mikrofonokat bekapcsoltuk, hogy rengeteg történeted van. El is hiszem, meg hát tapasztaljuk is. Viszont a Benkő könyv engem nagyon érdekel, hogy ugye akkor kezdtél bele, amikor Benkő Laci már betegeskedett. És hát már jócskán betegeskedett. És nem is volt jó állapotban akkor, amikor ti ezt elkezdtétek? Meséltem, hogy a Mon Parkban ültünk le hármasban, a menedzser, a Laci meg én, hogy a könyvet megbeszéljük, és akkor úgy álltunk fel, hogy akkor lett. Mind a kettőnk kocsi a kint állt, tehát a Laci olyan állapotban volt, hogy autót vezetett. Mm. Az én kocsim is kint állt. És az ő kocsiához kísértem, és mivel mi elég régóta ismerjük egymást, azt mondta, hogy nagyon örül, hogy lesz ez a könyv, és akkor elsírta magát a vállamon, és azt mondta, hogy figyelj Henrik, nem lesz könnyű dolgod, nem csak a betegségem miatt, hanem iszonyan depressziós vagyok, és borzasztóan nagy a halálfélelmem. Ez volt tavaly nyáron? Ez volt tavaly júniusban, aha. És aztán abban az időben, ha valaki elolvassa a könyvet, akkor látja, hogy az első fejezetek teljesen szabatos mondatok, és nem csak azért, mert rendbe tettem. Ugye egy könyvnél mindig az a fontos, hogy az élőbeszéd esetlegességét kijavítva egy olvasható, kvázi irodalmi szöveg legyen, ami viszont akkor jó, ha visszaadja annak az egyéniségét, aki mesél. Akkor még összefogott volt a Laci. De már akkor voltak nekem aggájaim, amit a Lacinak is elmondtam, és a rendelőnek, a menedzsernek. Mert ugye ez a könyv nem úgy, egy könyv általában úgy születik, hogy a szerző, pláne a kezdő elég nehéz, keres magának egy kiadót. Gyakoribb, hogy egy kiadó megkeres egy sikeres szerzőt, mint mondjuk engem, és van az a helyzet, amikor nem a kiadó, meg nem is én, hanem egy harmadik személy, azon meg a menedzsere dönt úgy, hogy szeretne egy könyvet a Benkő Laciról. Na most csak egy apróságot mondok, megfogadtam, hogy nem akarok seveket felszakítani, nem akarom, hogy köpködjenek egymásra, nem mondom el, hogy ki mit mondott a másikról, mert ugye itt a Benkő család mellett az Omega család is benne van. Csak egy apróság. De az Omega család úgy, hogy mindenki, aki valaha tagja volt az Omega? Nem mindenki. A Tornocki nevű gitáros például, aki egyedül tudott gitározni eleinte. Eleinte, azt azért fontos volt hozzátenni. Az a kezdet azon meg, hogy elosztották, hogy ki mi játszik. Az öreg Tornocki Feri?
Igen, igen, ő most halt meg. Remek gitárgitárosat. Akkor, amikor a könyvet írtam, még mindenki úgy emlékezett a Tónockira, hogy az volt a nagy probléma, mivel egyedül ő tudott, ő volt képzett zenész, hogy hogy lehetne valahogy kirakni a zenekarból, mert zavarta őket, hogy ő tényleg tud gitározni. De ezt nagyon jó pofán mesélik el, de nem ez a lényeg, hanem hogy ilyen apróság. Azt mondja a Kalaci, hogy annak idején kellett nekik egy fúvós. És valaki, az egyik srác a zenekar körül azt mondta, hogy a bátyám az artistának készül, ez a Somló egyébként, és tud tenor szakszóval, nem tud, de majd tud. De képes rá. De képes nem rá. Tud, de képes rá. Így van. A Koncz Zsuzsa lelépett, pedig a sportcsarnokban marha nagy siker volt. Akkor voltunk, amikor szegény Benkóékat megdobálták, meg nagy hiszti volt, és akkor az Omega learatott mindent, miközben szinte a jelenlévő 90%-a élésrajongó volt, de a Zsuzsa meg az Omega egyszerűen hatalmas. Ezeket a sztorikat egyébként, amit most mondasz ezek benne vannak. És ezeket a Laci mesélte el. Igen, igen, igen. Ezt akarom mondani, hogy összefogott volt. De, vagy csak egy apróság. Az első fennakadásom ott volt, hogy a Laci azt mondta, hogy az Angol utcában, ahol a Hír TV volt annak idején, most meg egy nem tudom, valamilyen tévé van, az egy műfház volt, az a Danuvia művelési ház volt, amit még annak idején a Gyafi szerzett meg, mármint a gyárfás. És én még emlékszem, hogy 90... Ott volt a Nap TV is annak ott idején. Ott volt a Nap TV is, és emlékszem, hogy nagyon felkapott klub volt ott. Én 69. október 16-án vonultam be, és 11-én még tűzkerék koncerten voltam ott, és a Radics játszott. És azt mondja Laci, hogy odahívták a Somlót, meg a Vitek Marit, a Somlónak kazettával, vagy magnóról lejátszottak pár számot, odaadták neki, vagy hozta magával a tenor szaxofont, és elsőre mindent visszajátszott, és össze-vissza szarták magukat, hogy ez egy zseni, ez a gyerek. Na most a Kóbor meg azt mondja, hogy nem, az Angol utcában volt, hogy a Somlót meghallgattuk, meg a Laux volt igazán, aki meghallgatta, és nem jött, na mindegy, mert az Vecsésen volt, vagy a Soroksári úton Vecsés felé egy műfázba. Most kezdjek el nyomozni, azt mondtam, egyen fene legyen az Angol utcát. Most mit érnek? Hát ezen a könyv innentől... borítóján Benkő Laci van. Az ő neve van. De, így emlékszik... de az egész, hát pont erről van. Szóval én is azt mondta, a Benkő így emlékszik. De csomó dologban az egyik így emlékszik, a másik úgy. És volt, amit meg abban kellett hagyni, amikor az egyik azt mondja, én annyira utálom őt, hogy szóba se állok vele, és nem is beszélek róla. Na most ilyenkor az ember széttárja a karját, és nem kezd nyomozni, hogy na mi volt az a szemétség, hogy családi ügybe belefogni, Beszélgetünk Benkő Laciról, meg persze a róla készült Havas Henrik könyvről. Havas Henrikkel itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban rövidesen folytatjuk. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Havas Henrik, és továbbra is arról a könyvről beszélgetünk, amit te írtál Benkő Laciról, hogy annyit elárultál, hogy Trunkos András az Omega producere, menedzsere kért fel, hogy írj egy könyvet. Miért nem az Omegáról? Miért pont a Benkő Laciról? Erről szó esett, hogy miért egy szeméről a zenekarból? Hát egyrészt ugyan Misi, bocsánat, a Mihály Tamás, aki pár nappal később hunyt el. De az utóbbi években ő már nem volt. Igen, de ő is írt egy könyvet. A Kóbor csak egy 15 éve ír a könyvét. Úgyhogy szerintem a Trunkos azért döntött úgy, hogy legyen a Benkő Laci, meg hát ugye tekintettel az egészség állapotára nem lehetett vacilálni. A másik pedig az, hogy én tényleg nem akarok kibeszélni idézőjelben Benkő család és Omega család belső viszályait, de nagyon nehezen tudtam volna elképzelni, hogy az utó, hogy mindenkit meghallgassak, minden ellentmondást tisztázzak, megpróbáljak békét teremteni azok közt, akik között lehetetlen. Nem erről, tehát nem így is magyarán... meg téged, aki mond, hogy békét teremt. Elnézést kérek. Hát valahogy úgy ismerlek én téged, hogy könnyedén mész bele a konfliktusos helyzetekbe. Vagy jól kezeled. Hát éppen mondtam a Havasnénak ma, hogy volt most egy elég rossz ízű vitám egy régi kollégámmal. És
Tulajdonképpen nem arról volt szó, hogy melyikünk volt jobb rádió, és már az nyilván én voltam. Ez nem lehet vita kérdése, vagy itt a tárgya. Csak hülyéskedek. Na, a dolog lényege az, hogy nagyon szíven ütött, és mert milyen igaza volt, hogy a Tarnai Gabi meghalt szegény, vele csináltam a minden díjat, megnyertünk, ami létezett a Szorító című dokumentum műsorunkkal. Hogy a Gabi mondta azt, hogy a Henrikkel az a baj, hogy nem szeretetre méltó. És voltam alhasnénak, hogy én ezt még nem hallottam, de jobban belegondolva. De röhögsz rajta, vagy hát hogyha nevetsz rajta. Azért, mert ez nem zavar. Rohadul nem igényeltem, hogy engem szeressenek. De hát mindenki, aki... Nem, én nem. Mondom, hogy én nem. Jó. Mások, akik a nyilvánosság előtt szerepelnek így vagy úgy, most teljesen mindegy, ja, engem, tévében, azt hiszed, rádióban. Engem azt hiszed, hogy érdekelt, hogy milyen a nézettségem, hány könyvemet adtak valahogy el. Ezt gondoltam. Nem, engem marhára nem érdekelt. Figyelj, amikor a heti hetes csúcson volt, hát az egész ország minket nézve. Igen. Egyébként csak úgy mondom, hogy most lesz valami felvétel az interneten, találkozom a Jucékkal. De jó. Na mindegy, éppen holnap lesz a felvétel. És kik lesznek még? Internet. Hát úgy volt, hogy ott lesz a Farkasházi, de ma telefonáltak, hogy valamiért nem tud jönni, ami egyáltalán nem baj. A Kéri Laci lesz helyette. Aha. Lesz a Gávölgyi, aki ugye a szegény bajor meghalt, az egyetlen igazi barátom a Gávölgyi. Egy évvel egyszer találkozunk, ezért vagyunk barátok. Nem tudunk összeveszni. Iszonyú gonosz palja egyébként, de engem szeret. Lehet, hogy hasonlegek vagyunk. Na mindegy. Rólad sokkal inkább el tudom képzelni, hogy mondja valaki, hogy a Havas ez nagyon gonosz. Én tényleg az vagyok, én ezt beláttam. Na mindegy, jön a Gávölgyi, azt hiszem a Hernádi Júci is lesz. A Kernadrisban nem vagyok benne, abban nem vagyok vissza. Az igazság az, amikor mondták, annyira nem érdekel. És személyesen találkoztok? Nem féltek attól, hogy ebben a helyzetben ne, hát nem nyáron lehet? Nyáron egyszer voltak nálunk a Jani. Jó, de nyáron itt még családilag nem volt itt a második hullám. Hát ne, most föl sem merül meg, hát nem is érdekel igazán egy sem. Mit? Jó. Nem foglalkozom. És lesz ott egy műsorvezető, Jáksó vagy Csiszár? Nem, ez valaki? Meglepő. Egy közismert, nem tudom kicsoda fogja vezetni. Közismert, nem tudom kicsoda. Mit érdekel engem? Oda megyek, az kész. De nem tudod, hogy konkrétan mi fog történni? Azt kérdeztem. Azt mondták, hogy majd azt mondták, hogy mindenféle témákhoz hozzá kell szólni. Én meg mindent hozzá tudok szólni, úgyhogy teljesen. Gondolom, nem kell neked előre készülni ahhoz, hogy ott érdekes legyél, hogy vicceseket tudj mondani, hogy előjöjjenek történetek, tehát nem ez a fontos, hogy te előre tudd, hogy miről kell majd beszélni. Hát még azt hiányozva, én utáltam haknizni. Ez hakni? Ha valaki felkészül egy beszélgetésre? Hát amikor, tényleg, amikor mi a csúcson voltunk, irtozatos mennyiségű meghívásunk volt. Tehát volt, hogy a Miskolci Színház egy délután kétszer telt meg, vagy a Szombathelyi Sportcsarnak, vagy ilyenek. Nem volt egy konkrét műsor? Oda mentetek? Nem, a fenét nem. Hát a Verebes, a Bajor és a Farkasházi meg én. Most ezek hárman képesek voltak 41-szer is ugyanazokat a vicceket, sztorikat elmondani. Én meg, aki 18 évig tanítottam az egyetemen, és 200 diák előtt kellett 4 órán keresztül előadást tartani műfajelméletről, nekem mindig reszketett a lábam, szégyeltem magam, hogy most megint ugyanezt kell mondani? Megint? És ezekről... Hát de nem ugyanazoknak mondod, tehát... De én ezt nem bírtam elviselni. Elmentem, mert engem is szórakoztatott, mert tényleg olyan történetek tanulja voltam, ami volt. Megdöbbentő volt, ami szórakoztató volt. Nekem egy új világ volt ez. Én nem hakniztam, mint szerencsétlen Dévényi lejárt az egész lábát, aztán mire ment vele. És eszembe jutott egy történet Tom Pettyről, nem tudom, tudod-e ki Tom Petty, híres gitáros énekes, aki Amerikában turnézott, és én ismertem egy embert, aki a turné stáb tagja volt. És azt mondta, hogy a harmadik bulin utálta és unta meg Tom Pettyt, mert hogy minden egyes állomáson ugyanazok voltak még a felkonf szövegek is, meg a poénok is. Viszont minden egyes állomáson működött. Mert hogy értelemszerűen más emberek voltak ott, persze. New Yorkban, mint Los Angelesben. Persze. De ezt egy civil, mint én, baromi nehezen szokja meg. Ők nyilván megszokják. Két koncerten voltam tavaly június óta, tehát a nagy koncerten a Názárettel léptek fel együtt arénában, azt hiszem az arénában. Na, arra pont azért nem mentem el, mert nekem van egy olyan 20 éves fogadalmam, hogy nem megyek emberek közé. Mi a baj? Hát akkor
neked szóló koncerteket nem fognak tudni azért adni a miért neked két kis koncertre, ahol úgy meghúzhattam magam és békén hagynak, úgy elmentem. Voltam egyszer Gyulán, és a Kaposvári sportcsarnokban. Hát az arénában is vannak ilyen VIP szektorok, vagy lehet, hogy beengedtek volna a színpad mögé. Hogy nem, ott borzasztó. Egyszer, de mi baj az emberekkel, egyszer, hogy akarsz a közéjük menni? Egyszer elmentem egy Forma 1-re, mert a lányom hiszterizált, és akkor elmentem, és akkor beszavoltam a VIP sátorba, és egészen addig, amíg el nem indult, addig beszélgetnem kellett a Pintér Sándorra. Jóba voltunk, mert egyszer egy újságíró bánom, akkor még újságírók is jártak ilyen pucos fejek. Akkor egy asztalnál ültünk, és még táncoltatok egymás feleségét is, sőt, nekem ő még üzleti partnerem is volt, csináltam sajtószemlét. Szóval a Pintér egyébként jóban voltam, na de azért elnézést kérek. Hát fél órát beszélgetni azért, az hogy? Úgyhogy én nem járok ilyen helyekre. Mi bajod az emberekkel, hogy nem akarsz emberek közé menni? Beszélgetni kell velük? Vagy hátba veregetnek? Vagy beszólnak? Vagy mi bajod az emberekkel? Hát akkor még csak udvar volt a lányomnak a jelenlegi férje. Volt egy magyar-olasz válogatott meccs. És nekem, ha Budapest pontosan a arénával, majdnem minden koncerten ott voltam, vagy a feleségemmel, de inkább nem muszáj, akkor nem vele. Nekem mindig volt egy tuti hely, ahol parkolhattam. Hogy hívják, a Kerepesi út felőlői oldalon van egy benzinkút, és annak a fővére mindig én álltam fel először pofátlanul. Aztán mire végül ott a koncertnek már tele volt a fő autókkal, de mindig én voltam az első, aki oda pofátlankodott. Soha nem büntettek meg? Ne, átismertek engem ott. Na, és egyszer ezzel a fickóval, aki elvett a lányomat feleségünk, elindultunk megkeresni a helyünket. Hát akkor még nem volt selfie. Ám de 5 méterenként, hogy kóstolja meg a pálinkájukat, igyek a sörükből. Én azt hittem, öngyilkos leszek. És onnan emlékszem, hát szerettek, hogy... Ne szeressenek engem, nem kell szeretni. Vegyék meg a könyveimet. Mindent megtettél azért, hogy ne szeressenek, de mégis. Na, mindegy. A dolog lényege az, hogy másnap a Hősök terén az Elton John nyomta. Mondtam a Havasnénak, hazamentünk, nem mondom, figyelj. Tudom, hogy szereted Elton John-t, tudom, hogy van VIP belépünk, tudom, hogy van VIP parkolónk, de nem megyünk. Azt mondom, hogy nem megyünk. Elegem van. Mindegy, zenéljünk egyet? Nem, ne zenéljünk. De ez egy nagyon jó sztori. Jó, akkor innen folytatjuk, és a sztorit elmeséled, jó? Jó. Az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban Havas Erikkel folytatjuk nem sokára. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Havas Henrik, aki éppen sztoriban volt, de zenével megszakítottuk, elnézést, de legalább tudsz inni közben egy kortyát. De igen, nagyon érdekes, hogy a adás előtt mondtam neki, hogy a Retro Rádióból miket hiányolok, az a kedvenc együttesemet, a Slade-et, vagy miért a Robert Palmert, vagy a Neil Diamondot. Én azt hittem, hogy na, fölteszek neked egyet. Na, felteszek neked. Ügyülj rá az egészre. De felteszek neked ezt, Slade-et, ha elmeséled azt a sztorit, amivel bekezdtél. Akkor bejött ez a fájtlas fickó az adás előtt, majd olyan fején volt valami. A Várkonyi Attilára gondolt, DJ Dominik, fájtlas fickó. Hát van valami a fején. Mi? Na, és volt konfliktusod? Igen, nem? Még annak én a Robert Károly kórházban volt stúdiója. Hát ott volt a Juventus Rádió. Mit tudom én, hát érdek engem, hogy hol vagyok. Na, a dolog lényege... Kiírtam ide magam mögé. A dolog lényege, na, neki mondtam, azt mondom, figyelj, itt vagyok már egy órája ingyen, most is ingyen vagyok, csak úgy mondom. Engem? Igen. De amúgy mennyire válasz egy ilyet? Mennyiért? Tehát, hogyha te nem akarnál jönni, mert van egy új könyved, de én szeretném, hogy itt legyél, akkor ennek van egy ára? Ez ára, persze. Egyszer nagyon ráfáztam. A titkárnő mindig mondta a telefonban, pláne ugye ez a heti hetes időszakot, persze a Havas úr vállal a vidéki fellépéseket, igen, óránként 150 ezer. Hát ilyenkor általában letették a telefon. Bejött a titkárnő, hatra vált arca. Hát azt mondja, sajnos Henrik, azt mondták, rendben van. Mondom, és mit kell csinálni? Azt mondja, nem tudom. És hány órát kell ott lenni? Azt mondja, 3-at. Hát gondoltam, 300-150. Azt mondja, és már van még egy probléma. Nem tud a saját kocsijával, mert meg a sofőrjével megküldenek autót sofőrrel. De mondom, én tudja jól, hogy én a saját autóm, a saját sofőrömmel megyek, de nem ragaszkodtak hozzá. Beülök egy Mercedes-re, a sofőrnek, hova megyünk? Azt mondja, Kecskemétre. És mondom, ott mit kell csinálnom? Nem tudja, a titkárnőm se tudta. Azt mondja, nem tudja. Megérkeztünk, nézem,
felirat, üdvözöljük a 23. konzervipari kongresszus vezetőjével, résztvevőit. Bemegyek, ott a miniszter, könnyűipar miniszter, mit tudom. Jó napot kívánok. Nem tudják véletlenül, hogy mit kell csinálni. Mondták, hogy vezessem le a konzervipari kongresszust. Az a rendben van. És legalább úgy volt elöltözve, vagy megfelelően? Hát, ennyit azért elárultak, hogy nem melegítő nadrágba gyere. De miért mennék melegíteni? Ne, kocsimban mindig volt. Tenisz felszerelés az mindig volt. Utóbbi időben golf is, meg öltöny is, meg igen. De fel voltál mégiscsak készülve erre, hogy valami történni fog. Belekezdtél egy sztoriba, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy félbeszakítottalak. Azt igen, mondta, a sztori ugye arról, hogy a Benkő Laci heteroszexuális volt. Na, hát, mi ezt sejtettük, és azt gondolom, hogy tudtuk. Hát a mi szakmámban azért nem túl gyakori. Na mindegy. A dolog lényege az, hogy a Zsuzsa rohadt jó fej a felesége. Imádom. De a Dórit is. A Balázs az mondjuk tanítványom volt, úgyhogy nem számít. A Dóri és a Balázs a gyermekei. Igen, és a Balázs az nálam végzett a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán. A Dóri pedig angol tanár. Mindegy, a Zsuzsa a feleség is iszonytató jó fej, meg a gyerekek is, de különösen a Dóri. Mindegy. És akkor mondom a Zsuzsának, hogy mert ugye vele is csináltam interjút, és mondom, hát azért itt az együttesben elég sokan elváltak, leléptek fiatal csajokkal, ugye legutóbb a Kóbor, meg mit tudom el. Mondom, nem tartott attól, hogy a Laci is lelép? Laci? Hát miért nem engem kérdez? Tudja, milyen jó csaj voltam? Egyszer megmondom magának őszintén, előkerült egy régi fiú, és akkor úgy voltam, hogy ilyen vitorlát bontok. Vitorlát bontok, mekkora duma. Igen. De hát azt mondja, akkor nem lehetett, mert jött a Balázs, aztán már úgy voltam vele, hogy egye meg a fene, megmaradok neki. Egye fel. És ezek mind benne vannak, de ilyeneket így megnyíltak számodra a Benkő Laci családtagjai. Előttem mindenki megnyílik. Még különben hogy csináltam volna a börtönriportokat? Ez tiszta sor, csak hogy amikor ti leültetek, amit meséltél, a MON-ba, a Benkő Lacival, meg a Trunkos Andrissal, igen, akkor így meghatároztátok az irányvonalát a könyvnek, vagy azt mondták, hogy figyelj, te csak kérdezz, vagy csak beszélgess, jegyzetelj, aztán majd ami kijön, az úgyis jó lesz, mert... Ne, általában nekem csak azt szokták mondani, hogy jó legyen a nézettség, és sok könyvet adjunk el. Nekem több irányvonal nem kell. Hát jó, csak ez lehet egy ilyen megemlékezős könyv az elmúlt. Ez a dolog ez úgy működik, hogy mit tudom én, amikor elhívtak a TV2-hoz, hogy csináljak reggeli műsort, aztán utólag derült ki, hogy a Liptaival ezt nem mondták meg előre. De akkor nem vállaltad volna? Nem, de persze, hogy elvállaltam volna, persze. Na, és akkor a lényeg az volt, hogy iszonytató összeget mondtak, hogy a 6 hónapon belül leverem az RTL reggeli műsorát. Hat hónap, na nem ügyeskedj már, 2 hét kellett hozzá. És akkor persze fizettek is. Megint tartunk egy kis szünetet, egyet zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést Havas Henrikkel itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk Havas Henrik, és arról a könyvről beszélgetünk, amit te írtál, Benkő Laciról szól. Ugye mesélted, hogy tavaly nyáron 2019 nyarán kezdted el írni, gondolom nem készült egészen a megjelenésig. Közben volt a járvány. Tehát gyakorlatilag mi júniusban kezdtünk, aztán mindenféle kezelések, meg minden, mindig kezelés. Általában úgy mentek a dolgok, hogy minden héten telefon, és azt mondta a Laci, hogy most ezt vizsgálják, azt vizsgálják, ide fekszem, oda fekszem, majd hívlak, aztán sosem hívott, akkor én megint hívtam, már végén iszonyú nehéz volt. De volt határidő? Tehát ezt meghatározták, hogy ennek a könyvnek eddig el kell készülnie? Nem. Hogyha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor talán a Trunkos arra gondolt, hogy még életében. Mert már akkor nagyon rossz időszakai voltak. Alapvetően idézőjelben túlélte a májrákot, amit egyébként ez is egy tragédia. A sógora telefonon keresztül diagnosztizálta, egy német turnén lett rosszul, és a feleségének a bátyja orvos, nagyon jó orvos volt egyébként, ezt nem a családtól tudom, hanem egy orvos barátom mondta, és akkor egy technikus centivel mérte így a váltól idáig, így szúr, ott szúr, aztán hazajött, kivizsgálták, és akkor derült ki, hogy a májrák.
és hát utólag annyit lehet tudni, gondolom, ezért nem árulok el titkot, hogy végül ő ebből kigyógyult, és ez kiújult. És ezt a kiújult állapotot nem érte túl szegény Laci. És mikor érezted azt, hogy oké, ez a könyv, ez készen van? Tehát már nincs több sztori, nincs több beszélni való, ennek most már így el kell készülni, és meg kell jelennie. Pont azért, amit Trunkos mondott, hogy mi az időben. Azért, mert amikor valamikor október közepe táján már mindenki megkapta a kéziratot, hogy hozzászóljon, és az irodában az egész Menkő család ott volt, és még egyszer utoljára, ez se volt egyszerű egyébként. Sejtem. Persze. Tisztáztuk, hogy mi maradjon ki, ez meg az, meg amaz, akkor már nagyon beteg volt. Tehát volt úgy, hogy nem értette, hogy mit kérdezünk, akkor nagyon rossz állapotban volt. És akkor nem csak nekem, hanem a családnak is egyértelmű volt, hogy sem értelme tovább próbálkozni, vagy valamit belőle kiúzni. Hozzá kell tennem egyébként, hogy az az iszonyatos tortúra, amin keresztül ment, tehát innen, ilyen osztály, olyan osztály, pulmonológia, belgyógyászat, belső vérzés, ez az, borzasztó volt. Ezt inkább a Zsuzsa mesélte el, a felesége, meg a gyerekek. A Laci nem nagyon volt már képben, hogy mi történik vele 2020-ban, úgyhogy engem ez nagyon megrázott, és azért hozzá kell tennem egyébként, mert nem fogom elsírni magam, de hozzá kell tennem, hogy nekem nagyon sokáig a halál nem érintett meg. Tehát 2 éve halt meg a mamám, 94 évesen. Szombat délután még 2 francia krémest vittem neki, megett, aztán telefonáltak vasárnap reggel, hogy elaludt. De előtte a bajorimivel végigcsinálni a haldoklását, aztán még az acélbandival, hát azért nekem sok volt. És most igen, is megérintett ráadásul. Hát hagyja jó Istenben, hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. De nem csak halál, hanem hogy te is, neked is volt halálos betegséged, amit te is túléltél, mert hogy nem gondoltál rá úgy, mint halálos betegség. Ne, igen, ezt olvastad valóban, nyilván ezt annyiszor elmondhatják velem. Hát, de én nem akarom, hogy elmondod, csak én azt gondolom, hogy empatikusabb tudtál lenni a Lacival, mert hogy nem volt, nem, semmi köze, az egy újságírói munka volt, hogy magammal foglalkoztam. Igen, vastagbérákkal operáltak, de nem úgy fogtam fel a dolgot, hogy velem történik, hanem hogy jelen vagyok egy érdekes helyen. Volt egy Gácsi Sándor nevű rendkívül tehetséges rádióriporter, akivel nem, semmilyen kapcsolatom nem volt, de minden műsorát meghallgattam. Ő egyszer végig tudósította a saját szemműtétjét. És én nem arra gondoltam, hogy én most, amikor a 4,5 órás műtét után magam azt értem az intenzív osztályon, hogy most megragadott egy mikrofont, és beszámolok arról, hogy a katéter hogyan illeszkedik, meg mit tudom. De valóban, ahogy a Gácsi újságíróként értem meg, hogy most a szememet megoperálják. Én is úgy voltam vele, hogy csináltam olyan kórházakban riportokat, nem is akármilyeneket, de most itt én vagyok a beteg. És ebben baromi érdekes volt. Beszélgettem a cigány takarítónővel, az orvosokkal, de ez nekem az egy nagyon nagy élmény volt. Eszembe se jutott, hogy én halálos beteg vagyok. Hát el voltam foglalva azzal, hogy... Nagyon nagy élmény. Hát emberrel nem találkoztam még, aki így fogalmazta meg, hogy... Hogy lett volna nagy élmény? Visszatérünk még egy körre Havas Henrikkel. A zenéről fogunk beszélgetni. Te már egy kicsit belementél a kedvenceidbe, de hogy miket hallgatsz, erről fogunk beszélgetni rövidesen. Havas Henrik, tehát a vendég itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. Mai vendégünk. Havas Henrik, és az utolsó kört kezdjük meg együtt, és az utolsó körben mindig a zenéről beszélgetünk. Van az Abaházi Presszónak az első számú törzshallgatója, Gábor, aki azzal a feladattal bízott engem meg, hogy bárki ülve hozzám vendégként kérdezzem meg, hogy szabad idejében milyen zenét hallgat. Van-e szabad időd, hallgatsz-e zenét, milyen zenét, és milyen eszközön, ez engem érdekel, hogy régi lemezjátszó, ezt el tudom rólad képzelni, vagy esetleg a modern eszközöket használod te is zenehallgatásra? Van egy szerkesztő srác, aki ilyen bakelit vinil, sose tudom, hogy mit kell mondani, az lenyúlt a lemezgyűjteményem jelentős részét, amiket évek óta nem hallgattam, úgyhogy most ettől most semmi baj nincs. Hát mióta van a YouTube, meg Netflix, meg mit tudom én. Hát bevallom őszintén, hogy igazából van egy 180 darabos DVD gyűjteményem, klasszikus balett és operák. Tehát a héten azt hiszem a Tannhäusert raktam fel egy este,
és majd mindjárt eszembe jut egy nagyon jó balettet a párizsi nagyoperából. Úgyhogy alapvetően ez, egyébként pedig a régi 90-es évekből Robert Palmer a nagy kedvencem, nem is értem, kétszeres Grammy-díjas, és nem hallom. Aztán a Slade együttes, amelyik a legnépszerűbb turnézó zenekar volt a 70-es, 80-as években, verte a Beatles meg a Rolling Stones, jó, hát azok akkor már nem. De mindegy. Elmondott, hogy kétszer volt a Slade koncerten is. Igen, egyszer a lányom is velem volt, és azóta ő is Slade őrült. Őt se hallom. Illetve hát én felrakom őket a házi mozi rendszerben. És van egy nagy kedvencem, ez vicces, de van. Azt minden hónapban Havas névvel együtt meghallgatjuk. Azt hiszem 2002-ben volt a Buckingham palotában a Party at the Palace, amikor a királynő trónra lépésének az akárhányadik évfordulója volt, és akkor ott a Buckingham palota kertjében rögzítették ezt a koncertet. De ott mindenki ott volt. Tehát Tom Jones-tól kezdve, a Black Sabbath-on keresztül mindenki ott volt. És azt a koncertet a Havasnéven minden hónapban egyszer végighallgatjuk, mert zseniális, zseniális, zseniális. Magyar előadók, ha már egyszer Benkő Laciról írtál könyvet? Épp a Benkő Laci kapcsán került szóba, hogy a Kóbor is megemlékezik arról, hogy mennyire csipta a Bajtal a triót, neked rémlik az? A nevüket ismerem, sajnos a zenéket. Bajtal, de zseniális, egy trió volt, a Cigánylány című szám volt a kedvencük, az volt a buli, a Bozsban játszottak, ott a Nyugati mellett, és amíg ment a Cigánylány, az volt a Dobos Levet között filmezte le. Ez volt a buli. De hát nekem nagyon nagy élményeim voltak a hazai együttesekkel. Pont Miskolcon voltam egy egyetem és haveromnál, amikor leállt a színpadot a Demén. És a Fehérvári úton engedték vissza, egy évre el volt tiltva, és akkor egy erdélyi lánynak udvaroltam, és akkor elmentünk, és az Arthur Brown számmal kezdtek a Fire-rel. Ott eldobtam az agyamat, azóta is nagyon csípem az Arthur Brown. Úgyhogy nekem jó élményeim vannak a magyar együttesek. Hát egy nincs igazán, az nagyon fájdalmas volt. Nem, hát ez nagyon kellemetlen. Ha már belekezdtél... Na mindegy, a dolog lényege az volt, hogy a Havasnét nem nagyon lehet elrángatni koncertekre. Egymás között is Havasnének szólítod egyébként? Nem, mert reggel, amikor leültök, hogy hozzak kávét, csak azt mondom, hogy egyébként bőben van a becenevben, mindenki így hívja, de akkor azt mondom, Mária reggeli, kávé és juice. Na mindegy, a lényeg az, hogy Jancsó a Budapest Sportcsarnokban volt a Omega 25. jubileumi koncertje. Igen. A Jancsó rendezte, és akkor én éppen az Ózdi kohászokról készítettem dokumentumműsort. És a lége, te emlékszel, a Budapest Sportcsarnok az egy leningrádi sportcsarnok mintájára épült, annak a tervei alapján. A leningrádit nem láttam, de mondták, hogy annak. Igen, igen, a lényeg az, hogy középen volt egy nagy vas korong, igen, és ilyen sodronyok, vagy olyan acélsodronyok tartották a tetőt, és úgy ért véget a koncert, hogy mesztelen csajok fehér lepelt. Előtte fehér lepelben gyönyörű nők jöttek be, szólt az Omega, szórták a virágszirmokat, meg a konfettit, és amikor középre jöttek, akkor ezek a gyönyörű, utólag kiderült, hát ebből kinyomoztam, lengyel manőkenek voltak, de gyönyörűek. Aha. És ledobták magukra ezt a fehér lepelt, meg minden. És hát nyár volt, egy ing volt rajtam, hát nyilván ki volt gombolva. Megyek haza Ózról, Havasné melegítette a vacsorát, én a fürdőszobában igyekeztem minél előbb letusolni, és közben meséltem, hogy milyen szar a kohászok élete. Erre a Havasné meg nem értette. És hogy, de nem hogy, hallotta, vagy nem értette? Ne, ő a konyhában volt, én a fürdőszobában. Az ajtó félig nyitva volt. És meséltem a nyomorúságos Ózdi kohászokról, ahol tényleg csináltam dokumentum, és ott csak momentán nem akkor. És pont ott tartottam, hogy mekkora szarban van a magyar kohászat, amikor kihúztam az ingemet a nadrágomból. Ha nem egy kiló konfetti zuhant ki az ingemből, akkor egy deka se. És ott álltam talpig, mert legalább a bokámig ért a konfetti. A Havasné az úgy elcsodálkozott, de van hova érzékelve, és azt mondta, na figyelj, ha most ezt is ki tudod magyarázni, akkor az engem nagyon meglep. Na itt várom, mondom, figyelj,
valamit meleg, oda fog égni bucika. Úgyhogy gyorsan magamra zártam a fürdőszobát. Hát igen, ez is az önmagához tartozik, de ez nincs benne a könyvben. Jó, de hát az ózdikóházak szeretettel fogadnak. De ez csak a kedvedért mondtam el, hogy mégis ez egy hallgatható műsor legyen. Szerintem eddig is az volt, de örülök, hogy most már számodra is az. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, hogy hoztál egy könyvet, amit majd gondolom vissza is viszel, és majd a kiadó küld nekem egyet. Hát tudod, hogy hol tartunk? Figyelj csak, ez azért van benne egy papír, mert te olvasod? Hát a presszel vonatkozó részeket bejelöltem magamnak. Elégedett vagy itt a könyvvel? Hagyom neked, itt hagyom köszön neked, mert majd kint írok bele, jó? Jó. Elégedett vagy a könyvvel? Tehát, hogy szerinted hát ez ahhoz, egy jó könyv? Ahhoz képest, hogy, hogy mennyire kellett igyekeznem, hogy ahogy, ahogy mondtam, ne legyen feszültség, ne élezzem tovább az ellentéteket, senki ne sértődje meg. Szerintem ahhoz képest jó munkát végeztem, igen. Bízom benne, hogy ezt a beszélgetést hallva szintén nem sértődik most senki, aki esetleg szóba került. És aztán az kit érdekel. Mint a Havasné például, ne sértődjön meg. Havasné életében nem olvasott tőlem semmit. Havasné életében szerintem életében egyszer látott a televízióban, amikor sztárban voltam zsűritag. Akkor nem fog megsértődni ezen a mai adáson. Ha csak vissza nem mondja nem valami rohadék neki. Vagy fogd rám, hogy rosszul vágtam meg, tehát hogy egymás mellé vágtam úgy a szabályzat. Miért vágva lesz? Nem. Hát azért, mert... De Havasnének mondhatod. Hát Havasnének mondhattam. Ha ezt az ózdi koházos dolgot ki tudtad magyarázni, akkor ezt is ki tudod. Havas Erik, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Rövidesen 10 órakor Várkonyi Attila érkezik. Hogy mondtad? Hogy... Valami lepel. Valami lepelben volt. Hát ugye neki mindig van egy kendő a fején. Fátylas fiatal ember. Szóval jön a programajánlóval Várkonyi Attila, 11-kor Vas Maja az éjjeli mesékkel, holnap reggel pedig megint Bocskorék ébresztenek mindenkit, velem pedig legközelebb holnap este az Avaházi Presszóban találkozhatnak újra. Mindenkinek szép estét, további kellemes rádiózást. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Avaházi Presszó hétfőtől csütörtökig, este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, háttérben a legnagyobb retro slágerekkel.